Na, sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Egy nagyon egyszerű ételt fogok ma készíteni, ami bakonyi sertésszelet. Onnan jött az ötlet, hogy a fehér csiperke gombát bementem a boltba, és láttam, hogy akciós. Na, mondom, olyan régen csináltam, már pedig szoktam, hogy ma aktuális. Még nem bontottam ki egyébként a dobozból, mert lesz rá időnk, úgyse ezzel fogunk kezdeni. Ami még a fontos hozzávalója, az a karaj. Én most karajt választottam, lehet nem úgy combis, teljesen mindegy. Sőt, lehet ez lapocka, lehet csirkemell, pulyka, akármi, mert ezt nem csak szeletből lehet elkészíteni, hanem lehet kockázott húsból is elkészíteni, vagy csikozott húsból, akkor tokány, végül is a vége. Na, akkor mutatom még a hozzávalókat, mert nem sok minden kell ehhez. Kell hozzá fűszerezésében só, bors, piros paprika. Ha nyár lenne, akkor használnék hozzá paprikát és paradicsomot. Mivel tél van, nekem van ez a házi lecsóm, akkor ebből fogok majd használni, mert színesíti az ízét. És hát nyilvánvalóan liszt az fog kelleni nekünk mindenféleképpen, azért is, mert be fogjuk forgatni a húst. Klopfolás után meg egy nagyon pici lisztet fogunk tenni, mert egy vékony habarást fogunk rá csinálni bőtejföllel a legvégén. Ez nem kötelező, de ha van itthon, akkor szeretek beletenni. Most nekem ez a fajta ilyen paprikás füstölt szalonnám van, de ez, gyerekek, olyan finom íze van ennek, hogy van nekem másik is, de ennek annyira jó az íze, hogy ugyan paprikás füstölt szalonnával nem szoktunk dolgozni, így a labba csak olyannal, ami nincsen ennyire megpaprikázva. Na, de én, tudjátok, mindig szeretem megszegni a szabályokat, úgyhogy ez most nekem nagyon ízlik, és amiatt akarok ezzel dolgozni, egy kicsit fogok beletenni. Ez nekem fontos, de ez kihagyható, tehát nem fontos mindenbe szalonnát dugdosni. Ennek annyira finom íze van, hogy ezt szeretném, hogyha megjelentkezne. Azzal kezdünk, hogy kiolvasztom ezt a kis szalonnát, de mivel, hogy ez paprikás, hát vigyáznék rá, nehogy, hát nem még, nem meg amúgy se, de egy nagyon kevés zsiradékot tettem már alá, már az meg is olvadt, hogy nehogy nekem ebből gond legyen. Ez az első. Közben felvágom a hagymát is, mert az lesz a következő lépés. És egyetlen egy fej hagyma, ugyanis most a mennyiségekre még nem tértem ki, de fontos ebből a szempontból. Fél kiló hússal dolgozok, és fél kiló hozzá gomba is. Azért fontos, hogy legalább egy fél kiló gomba legyen hozzá, mert ez kevesebb, mint a felére össze fog esni, és azért ez lényeges, hogy meglegyen az íze, meg tartalmilag is hozzájáruljon az egészhez, tehát ez minimum. És akkor ehhez egy fej hagyma nekünk elég, mert a tejfölösbe ugye amúgy sem szoktunk nagyon-nagyon erőteljesen hagymázni. És akkor ezt felvágom. Azért mutatom mindig így nektek folyamatában, hogy amikor én dolgozok közben, én nem szoktam így előkészülni, hogy minden fel legyen vágva. Időpocsékolásnak tartom, hogy csak vágicskolok, és semmi nem történik a gázon. Ezt a konyhában igencsak érdemes megtanulni, hogy mindenhova tudjunk figyelni, hogy vágom a hagymát, de közben már készül a szalonna, és így folyamatában. Azért mutatom ezt nektek így, mert hogy ezt érdemes megszokni, és akkor előbb-utóbb nem csak egy-két dologra kezd figyelni az ember egyszerre, hanem megtanul akár háromra is, és az idejéből több marad meg. Közben belekavarok már itt a szalonnába, amit lejjebb veszek, mert nem magas hőn akarok készíteni, csak úgy szépen, óvatosan, finoman. Én ezt ki fogom most szedni, de aki akarja, benne hagyhatja, nyugodtan. Klopfolom a húst hamar, gyorsan. Nem túl vékonyra, gyerekek. Közben kész lett a kis töpörtyünk, azt kiszedem. Lezártam egy picit alatta a gázt, mert folyamatban vagyok a klopfolással, és utána jövünk ide sütögélni. Akarom mutatni, hogy most a hártyát nem szedtem le. Picit bevagdosom itt a hártyás résznél, hogy ne ugorjon majd össze a hús, amiatt, hogy a hártya összehúzná az egészet. Tehát, vagy két helyen bevágom, jó? És akkor sózom, borsozom mind a két oldaláról. Visszahúztam a tűzre a zsírt, és akkor megtörtént a sózás, borsozás, kloffolás. Ide tettem lisztet, és akkor egyesével beforgatva elősítjük egy picit. Ez egyébként nagyon jót tesz, főleg a karaj, meg a comb, meg ilyenek esetében, mert hogy puhán fogja tartani ezt az egész húst. Több videómban is mutattam ilyesmit, de érdemes kipróbálni, hogy nem csak szimplán tesszük bele, hogy elősítjük natúrba, liszt nélkül, hanem a liszt az tényleg egy puhasságot fog adni neki, meg segít az aromákat bent tartani. És akkor egyesével beforgatjuk lisztbe. Na, leellenőriztem, akkor most már látjátok, jó a zsír.
akkor belisztezve mehet bele egyesével, és akkor maximális hőmérsékleten csinálom ezt a sütést, mert ezt most hirtelen kell csak sütni, mind a két oldaláról, egyik oldalán egy perc, másik oldalán egy perc, nem kell tovább, mert ez csak egy elősütés. És ha eltelt az egy perc, de mint ahogy mondtam, magas lángon, akkor fordítunk egyet. Ott is egy perc, és kivesszük. Ezt mindegyikkel elvégezzük, és dolgozunk tovább. És ahogy elkészültek, a másik egy perccel kiszedegetjük. Gyerekek, ez sokkal macerásabbnak tűnik, meg hosszadalmasabbnak, mint amennyi ez a folyamat, mert jó belegondolok, ez 5 perces művelet. Viszont már közben ez azt is jelenti, hogy előrébb jár a hús, tehát sokkal hamarabb elkészül, mint egy sima pörköltet, ha feltennék, mert már elő van sütve, tehát már félig el van készülve. És kivettem a húsokat, mehet bele a hagyma. Szalonna egyébként a 8, maximum 10 deka, amennyi ehhez a mennyiséghez kellett, azt még nem mondtam. Elég, nem kell több. De mondtam, ki is hagyható. Ezek a nemes pörzsanyagok, amik itt a húsból kijöttek, ezek maradnak meg. De ez jót tesz nekünk. Kicsit lájtosabbra veszem a figurát. Nekem, mivel ez a lecsó elég darabos, mert hogy ez rendes lecsónak készült, hogy úgy is meg lehessen enni, ezért én most turmixolok rajta egy kicsit, hogy ne legyen a tejfölösben ennyire darabos, de mondjuk, hogyha nyár lenne, akkor nem turmixolnám, mert ugyanis vágnám bele apróra, kis kockára a paradicsomot, a paprikát, tehát akkor erre nem lenne szükség. Ezt most csak emiatt, most ezt a fél üveggel én bele is küldöm, mert ettől jobb íze lesz. Okay. És sűríteni is fogja már nekünk a szaftot. A hagymára ráöntöm ezt a pépesített lecsót, mert közben a hagymánk is elkészült. Teszek rá még paprikát. Egy evőkanállal számoljátok, meg két teáskanállal teszek, az egy evőkanálnyit jelent. Annyi paprikát tettem, nem fog megégni, mert most már van rajta lé is. Jó, bors. Fokhagymám elfogyott, gyerekek, most vettem észre, vagyis, hogy nem jó, ami van itthon, meg van lágyulva. Fokhagyma granulátumból egy teáskanálnyit teszek. Jó, só. Abból teszek egy teáskanállal. És majd megnézzük. Így el van indítva, belepakolgatom a húsokat. Látjátok, nem vékony szeletek. Nem kloffoltam vékonyra. Ezt a maradék szaftot is ráöntöm. Felöntöm vízzel, ezt töblítem ki, már úgy is használtam, hogy hasznos legyen az is. Azért teszek rá bőven, hogy ellepje. Mert hogy ez tejfölös lesz, és tudjátok, hogy hát az úgy jó, mert ezt tésztával fogom készíteni, hogyha van rajta jó sok cúrmi, jó sok tejfölös szaft. Aki kevésbé szereti rajta, akkor kevesebbet öntsön. Nálunk úgy vált be, hogyha bőven van a tésztán szaft. Úgyhogy így fogom készíteni. Ezt most így lefedem, és vágom a gombát. Jó, és miközben készül nekünk a kis kajánk, amit lefettem, a gombát megmostam azóta, tetszőleges nagyságúra, hát most van annyi időm, felvágom szépen, ami erre tetszik nekünk, nem szoktam meghámozni, mert szép friss gomba, nem vén, nem beteg, nincs olyan hibája, úgyhogy csak vágom méretre, nem teszek se zsírt, se olajat, semmit, hogy lehet megnézni, hogy elég meleg a serpenyő, mert legyen jó forró, beleteszed, és legyen ilyen hangja, akkor van jó hőmérsékleten, és én ezt elő szoktam pirítani, mint már több ételnél is mutattam nektek. Nekem így valahogy jobb állaga marad a gombának, de akkor sincs semmi gond, hogyha úgy gondoljátok, hogy ezt a műveletet kihagynátok, és az egyből összevágott gombát, akkor beleteszitek a pörkölt alaplébe, a hús mellé, és akkor úgy is fog működni. Nekem itt ez egy kis pluszt ad, de ezt nem fontos így csinálni. Körülbelül egy perce van fenn, és ilyen minimális lé jön ki. Még véletlenül se teszek rá semmiféle sós dolgot, mert pont az a lényeg, ennek az lenne a lényege, hogy az aromákat bent tartsa, és ne kiengedje a levét, hanem az aroma benne maradjon. Nyilván egy nagyon pici fog kijönni, de minél forróbb a serpenyő, annál kevésbé történik meg. Tehát az a lényeg, hogy benne tartsuk az aromát. Hogyha beletenném simán a pörkölt szaftba, akkor elkezdeném kifelé engedni az aromáját, de akkor is benne marad a lébe, tehát azért mondom, hogy a nagy kár nem fog benneteket érni, ha úgy döntöttetek. Vagy hogyha valaki
üveges vagy konzerv gombát használ, azt meg amúgy is egy az egybe oda kell beletenni. Annál én a levét soha nem használom, sőt, le is szoktam öblíteni, és akkor úgy szoktam használni a konzerves vagy üveges gombát. Maximum 3 perces művelet jó, és akkor most már hozzáteszem ezt a gombát is, mert már a hús is nem sokára készen van, ugyanis ez az étel egy 30 perc alatt megfő, mivel elő volt sütve a hús. Egyébként, ha megfogjátok a húst villával, akkor érzitek, hogy ez már egészen jó puha, én is megnéztem, úgyhogy egy nagyon kicsit a gombával még készítem, már annak sem kell sok idő, közben a habarást elkészítjük rá, addig visszafedem. Mivel, hogy igazán bőszavtal szeretjük, csak amiatt egy lapos evőkanál liszt, de ezzel is maradhatna. Ennyit fogok beletenni, aki ételkeményítővel akarja készíteni, azzal készítheti, vagy más típusú liszttel. Meg egy olyan 2 decinit tejfölt fogok rátenni. Ezt kikavarom. Minden puha. Azért egy hőkiegyenlítést azért csak csinálok. Most nem érdekes, a gomba is megy bele, úgyis visszaöntöm oda. Nem lesz nekem nagy akadály, csak legyen már szép sima, mert ez nekem heppem. Fellazítom. Mert a sűrítés. Szépen összeforraljuk. 2 perc a liszt miatt mindenképp. Ezt beleöblítem. És akkor még elmondanám nektek, hogyha valaki szereti a kakukkfüvet, mert a gombának kifejezetten fűszere, és az most egy fontos lételem ennek az ételnek, akkor esetleg lehet még abból beletenni, de csak akkor gondolkodjatok benne, ha a család többi tagja is, tudjátok, hogy ki van vele békülve azzal a fűszerrel, de ez így is már tökéletes, úgyhogy felforr, nekünk is tálalunk. Készen vagyunk, belekavarok egyet, látjátok, hogy azért van egy kis szaft, én így szeretem, hogy legyen, mert nálunk a tésztához szeretjük, hogyha van szaft is, de ezt lehet kevesebbre is készíteni, nyilván, ahogy gondoljátok, kiszedek egy szelet húsit. Jó, ide. És akkor szedünk rá a ragúból. Jó, szerintem pont kellemesen, nem túl sűrű. Ugye, majd megmutatom. Itt mutatom nektek, hogy a szaftja az ilyen, és ez még sűrűsödni fog egy kicsit, úgyhogy nem kell, hogy sűrűbb legyen, de olyan kellemesen krémes. A hús az kellemesen puha. Láttátok, ez nem egy bonyolult recept. Puszilok most is mindenkit szeretettel, aki elkészíti, mindenkinek jó étvágyat kívánok. Sziasztok!